ممكن نعاون تكون ليه جنانك تيتي دابا عندها تسنغانا ناو بنجربيري في تيتي دابا عندها غازي عندها غازي مشتور يا عم كنت Készült Daniel Carney regénye alapján. A forgatókönyvet írta Scott Finch. Magyar hangok. Tóth Tamás, Mádi Szabó Gábor, Varga T. József, Csíkos Gábor, Spilák Klára, Juhász Jácint, Nagy Gábor, Dimulász Miklós. Rendezte Jürgen Goszlár. Fényképezte Wolfgang Traj. Magyar szöveg Frigyes Katalin, hangmérnök Miklós Miklós, rendezőasszisztens Dóci Orsolya, vágó Kovács Jutka, gyártásvezető Kun Márta, szinkronrendező Kis Lajos. A szinkront a Videovox stúdióban a Zoom Kft. Készítette. Forgalmazza a Zoom Kft. Zenét szerezte Erik Ferstl. Jó lesz a bakancs. Már betörte valaki helyette. Elég ramacs állapotban van. De ingyen is elviheted. Csupa szín. Lehet, hogy hallott valami pletykát a lányodról, és azért félti tőle. Nem! A lányom árát nem akarja megadni. De ha nem fizet, gyorsan beverem a kemény koponyáját. Találok én neki más férjet is. Ha az első jelöltet lepuffantod, nem fognak tolongani a kérők. Hé, Terik! Keresnek! A nagy mambó. Mit akar? Mit tudom én. Csak kidugta a fejét az ajtón és elbődült, hogy Hamdel. Már mindenhol kerestelek. Jó, megyek. Ő nem jön a ma esti banzájra? Dehogy nem. Ha itt elintézted a dolgaidat, menj a madám elé. Igen, mambó. Gyerünk, harcos. Nála dolgozom mostanában. Én vagyok a főembere. A madámra is vigyázok.
Bújj be! A kutyát hagyd kint. Ülj le, Terik. Kész. Megkaptam a jelentésedet. Azt írod, hogy a sátán földje körül a králokban nyugtalanság van. Az emberek félnek. A hírforrásaink elapadtak. Így van? Így. Tehát abból, hogy egy pillanatnyi csend állott be, te arra következtetsz, hogy félnek. Igen. A törzsfőnök mondta? Nem. A varázsló? Nem. Akkor ki? Senki, én csak megéreztem. Szóval csak megérezted. Igen. Valami van a levegőben. Ha járőrbe küldelek, Terik, tényeket szerez, ne a levegőt szivatod. Mi ez a hülyeség erről a fehér emberről, aki azt hirdeti mindenfelé, hogy ő egy nagy afrikai törzsfő szelleme, és ellenünk fogja vezetni a népet? Nem mondtam, hogy fehér ember. Hát akkor mi, albino? Lehetséges. Te hiszel a mendemondában? Hiszek. Biztosan van benne valami. Meggyőződésem ellenére átküldtem a körzeti megbízottnak. Azt mondja, adjunk bizonyítékot. Akkor most... annyiban hagyjuk. Mi más tehetnénk? Hol vannak a tények? Szeri, mi áradban? Csak beugrottam Terikért. De... 5 perc alatt végzünk, drágám. Jó, de 5 perc az 5 perc. Megígérem. Viszlát. Folytasd. Nos... a terrorizmusnak egy új fajtájával állunk szemben. Ezek kegyetlenebbek és ravaszabbak. Együttműködésre bírják a helybelieket. Beszélnek hatásos szertartásokról, rituális varázslásról. Rendben. Nem győztél meg teljesen, de... kiküldök néhány askarit, hogy nézzenek körül. Egyébként ne foglalkozz ezzel, te most civil vagy. Bízd csak rám. Köszönöm, uram. Hogy érzi magát egy szabad ember? Már csak 5 nap a szabadság. Akkor oltár elé vonszolsz, hiába sikoltozom. Fáj! Gyerünk! Vidd a holmidat, rendezkedj be. Szeli meg én lovagolunk egyet. Oké, mambo. Na hát, miért éppen ezt a vérszomjas vén vadembert tetted meg felvigyázónak? Az emberek becsülik. És én is.
Celi! Celi! Mi ez a hely? Itt szoktunk játszani kicsi kulomban. Azt akartam, hogy te is lásd. Ugye milyen félelmetes? Mostanában nem jár itt senki. A varázslók használják. Valami varázsszer. Más út is vezet erre? Nem. De miért? Valami baj van? Nem, nincs semmi. Csak éppen majd frászt kaptam a rémülettől, amikor eltűntél. Kívülálló lettem volna. Néző. Nem tervezgettem a jövőt. Akkor a gyerekszoba kell, mint ez az egész ház. Egy tenyészkancát veszel feleségül. Tudom, kit veszek feleségül. Igazán? És te tudod, ki vagyok én? Tudom. Igazán tudod? Az én gyerekkorom furcsa volt. Sohasem sírtam. Akkor sem, amikor anyád meghalt? Nem, talán büszkeségből. Apámnak sok dolga volt, még a temetésre se jött el. Mindig egyedül voltam. Ha az embernek nincs senkije, közel van ahhoz, hogy úgy érezze, nem is kell neki senki. Nekem nem ment könnyen. Nehezen szoktam bele. De aztán beletanultam. Szörnyűséges gazember voltál. De megtört az átok. Százával tolongtak elő az államképek. És mindegyik a te arcodat idézte. Visszahoztál. Honnan? Jó, hogy szerezd, Erik. Tart még az álmod? Szeretném tudni, hogy a mi házunk is ilyen szép lesz-e. Kezdjük el építeni. Istenemre mondom, halomra lőném, ahány csak van.
nyavajás politikusok. Mit tudnak ezek? Ágálnak, handabandáznak a világ túloldalán, és elmagyarázzák nekünk, hogy mit kéne tennünk. Én megharcoltam ezért a helyért. Megharcoltam áradással, aszállyal, betegséggel, járványokkal. De emberrel nem harcoltam. Én nem vettem el semmit senkitől, nem kell. De most harcolni fogok, ha megpróbálnak kitúrni innen. Életem 40 évét itt töltöttem, ezen a földön. És itt is fogok meghalni. Bénségtől, puskagolyótól, mindegy. De addig is kérek egy brandit, Dizárki. Nagy pohárral. Szintén egy brandit? Kérek, jó lesz. Neked csak keveset. Onnan is tudhatnák ezek a nagyképű szófacsarók, hogy mit érez az ember a földje iránt. Építettek ezek valaha valamit a semmiből, a tulajdon két kezükkel. Vágták a fát, égették a téglát. Mert én igen, a vadontól hódítottam el a birtokot. És nem segített senki más, csak Dizárki. Jót tesz neki, ha elkalandozik a múltba. Rendben tartja a vérnyomását. Nincs baj a vérnyomásommal, sem a hallásommal. Sánta vagyok, nem süket. Amikor átkeltem a Limpopón ezzel a semmire kellővel, 15 shilling volt a zsebemben. És minden földi vagyonom elfért egy szekérrel, amiben egy kicsi lány is beleértendő. Eric, amikor elkezdtél Sallyhez járogatni, nagyon barátságtalan voltam. Igen, eléggé. Akkor jó. Tisztogattad a puskádat és rám tartottad a csövét, nem emlékszel? Most, hogy mondod, emlékszem. Bár nem volt megtöltve. Én nem tudhattam. Ijesztgettél. Biztosra akartam menni. Anyáddal együtt tervezgettünk. De ő itt hagyott. Aztán a bátyáid is elmentek Angliáért harcolni, az ördög vigyel. Nem maradt másom, csak ez a farm. És Sally. Légy büszke rá, hogy az utolsó kincsem rád bízom. Jó, Mambo. A nyájad beterelték. A ház körül minden csendes. Nyugodt éjszakát lesz. Jól van, Dizárki. Jó, Mambo. Ideje nyugovóra térni. A poharamat csak kihatom az ördögbe is. Dajkám vagy te nekem? Jó, Mambo. Későre jár. És holnap megint eljön egy új nap. Ez a búcsú pohár. De Sally, te még nézz be, jó éjszakát kívánni. Mambo, látja, hogy milyen sok-sok sört fogunk itt meginni. Törzsőrmester. Keller. Vigyázzon, Kacsem ura. Nem lesz könnyű, de megpróbálom. Megteszek mindent tőlem telhető, de nem mindig sikerül. Sok szerencsét. Kösz. Nem, a busgasta engem. Eszemben sincs. A kisbabák nem cigarettáznak az ágyban. Én sem cigarettázom. Isten óvja az emberedet. Én is csak ezért imádkozom. Édesapukám. Aludj jól. Nem maradj fent sokáig. Sally. Na? Légy boldog. Gyűrűm. Hey, hey, hey.
tartjuk meg a legjobb. Ja, itt van szegény, csak nem akar inni. Gyere. Pedig meg kéne ragadni az utolsó alkalmat, mert az azt mondja, hogy majd nem fogja engedni. Na gyere, csaj, gyere szépen! Hopp, engedjetek! Ez az! Na gyere csak! Utána a legénynek! Valamiről beszélnünk kellene! Szavaró világ, jól lát? Mi az? Neki miért legyen jobb, mint nekünk, nem igaz? Hát holnap? Közel van, hamar odaérek. A fiatal gazda megparancsolta, hogy ne hagyjuk a madamot egyedül. Akkor gyere! És ha te, vagy a pihent agyú barátaid üres konzervdobozokat merészeltek kötözni a kocsi után, vagy elfűrészelitek az ágylábát. Állítsd hát le én... magad, Terry! Semmi ilyesmi nem lesz, hanem játszunk egy menet bok-bokot. Én vezetem a külföldi válogatottat, te meg a briteket. Mi a fenét akartok? Kitört a kalályok az oltár elé? Thank you.
Szedd össze magad! Szedd össze magad! Jaj, nekem eltört egy csigolyám! Szomárság, majd mindjárt helyre. Majd én visszaigazítom, felfekszem szépen az asztalra. Nem volt a kérdés! Helyet a körzeti megbízott úrnak, hát! Jó, na, jó. Na, először is egy kis enyhe stimuláns. A műszereket kérem. A mentőládát! Szikét, jó lesz. A műtét előtt szokás némi kis attatót. Nem kérek! A kígyómarás elleni szérum pompásan beválik ilyen esetekben. Pardon, az injekciót a hátsó felébe kell adnom. Fordítsátok meg a beteget. Mindenki a földre! Mitől néznek, mi történt? Hasaljatok le! Hasaljatok le! Biztonsági világítást bekapcsolni! Tudtam, hogy terroristák vannak erre. Mondtam is neked. És délután találtam egy... Egy ember a faluból! Sallyvel van valami. Bántották? Azt nem tudni. Csak a tüzet látta. Ég a házad. Terroristák? A faluban azt mondják. Világosságot! A ténylegesek vegyék a felszerelésüket és legyenek a Land Roverekben 3 percen belül. John, hozz fegyvereket! Az önkéntesek legyenek készenlétben. Ki az ügyeletes tiszt? Jelen! Te megszervezed a szállítást. Indulj! Igenis! Sean, a Charlie csatornán tartjuk a kapcsolatot. Ha a hírigaznak bizonyul, a jelszó az lesz, hogy csillagfény. A vételt úgy igazolod vissza, hogy naplemente. Értem, naplemente. Csak az átrendszeren belül érintkezünk. Igen, uram. Semmit sem tudok. Fésülni a területet! Gazemberek!
Parancsnok a bázisnak. Parancsnok a bázisnak. Bázis a parancsnoknak. Sean. Igen, uram. Csillagfény van. Tudod a dolgod? Igen, uram. Naplemente. Mondja meg Deriknek, hogy szívből... Kuss! Tudom. Szeretnék egyedül maradni. Ne haragudj. Több ember kell, uram. Sokkal több ember. Uram, én vagyok a felelős a terület biztonságáért. A terroristák bármely pillanatban újra lecsaphatnak. Igen, uram. Megteszek minden tőlem telhetőt. Bár szűkösek a lehetőségeim. Megértem, uram. Igen, uram. Köszönöm. Teljes bizalmunkat élvezi. Járjon el meggyőződése szerint. Elkapjuk őket. És azt tesszük velük, amit ők tettek a madammal. Vagy még rosszabbat. Halála előtt még. Joseph azt mondta, a vezérük fehér ember. Fehér. Emlékszel arra a bolond nőre, aki egy este eljött a táborba? Ő beszélt egy albinóról. Az önkéntesek felsorakoztak az udvaron, uram. Milyen a hangulatuk? Pocsék. Mint az enyém. A te hangulatodat nem kérdeztem. Uraim! Mostantól ugyanaz a katonai fegyelem vonatkozik önökre, mint a hivatásosakra. Nem azért vannak itt, hogy privát bosszút álljanak ellenségeinket. Tudom, hogy mit éreznek, higgyék el nekem. De egyetlen hibás lépés, és tönkretehetnek mindent, amit hosszú évek fáradtságos munkájával elértünk.
Elveszítjük a törvényes rendet, az igazságszolgáltatásba vetett hitet, az afrikaiak bizalmát. Az ilyen terrorista akciókkal éppen azt akarják elérni, hogy elveszítsük a fejünket és tüzeljünk mindenre, ami mozog. De figyelmeztetek mindenkit, hogy könyörtelenül leszámolok azokkal, akik megpróbálják a saját kezükbe venni a törvénykezést. Végeztem. Hagyd békén, Kacsemú, halálra rémíted. Nem akar beszélni. Mondd meg, hogy megkapja, ha megmondja, hol vannak. Huakolódja magas cselugoci, betene nahu. Indau, ene nem bója. Ene ecse, ettehetek ime. Azt mondja, valami sziklánál foglak találkozni ma este. Nagy ünnepség lesz. A hely tele van szellemekkel, és van egy varázsszikla is. Tudom, hol az a hely. Gyerünk! Félsz a haláltól, Kacsemú? Mikor indulunk, Mambo? Ma este. Mikor akarsz indulni? Honnan tudod? Ez a te vadembered egész nap ide-oda járkál. Szeretném, ha Dizárkit és a kisebbik fiát is magaddal vinnéd. Elegen vagyunk mi ketten. Dizárki csak utunkban lenne. Az igaz, hogy öreg, de már akkor vadászott velem, amikor te még meg sem születtél. Terik, minden segítségre szükséged lesz, amit csak megkaphatsz. Régi darab, de nem fog cserben hagyni. Ha magaddal viszed, úgy fogod érezni, hogy én is veled vagyok. Kacsemú, ez egyetlen közelről leadott lövéssel ketté hasít egy embert. Köszönöm. Tizárki, a fiaddal közel is meg őket, de ne lőj addig, amíg én nem adom le az első lövést, megértetted? Igen, Mambo.
az első vérmangó. Ki az a szellem, aki előttetek megjelent? Az előhalott! Mondjátok a nevét! Suttogó halál! Honnan kapta a nevét? Csendes a szava! Kit kell megölni? A fehéreket! A fehéreket! A fehéreket! A fehéreket! Pusztuljanak, mint a fehér asszony. Még egy másodperc, és az albínó halott. Megérte az a férfi, hogy miatta minden felboruljon? Az a férfi a fiam volt, az első szülött fiam. Csak egy apának van joga, hogy megölje az első szülöttjét, és elviselje, hogy fáj. És hol van Filemon? A bátyja mellett átlőtt torokkal. És most elmehettek. Ha megvirad, eltemetem Filemont, és hazamegyek a farmra. Ilyen időkben jobb otthon lenni az embernek. És a másik? Maradjon a keselyüknek a társaival együtt. Menjen, Mambo. Megtaláltam a nyomaikat. Öten mentek a szikláktól. Négyen a saját lábukon, az ötödiket vitték. Honnan tudod, hogy ember volt, amit vittek? Csak ember lehetett. A hordágy nyomai is ott maradtak, amikor megálltak pihenni. Gondolom, nem azért jöttél ide kora reggel, hogy a hogy létem után tudakozódj. Nem azért jöttem. Hol van Terik? Nem tudom. Akkor hol van Kacsemu? Nem tudom. És Dizárki? Nem tudom. Az ördögbe is. Terik legjobb barátja vagyok. Jogom van tudni, hogy hol van. Terik nem mondta, hova akar menni, és én nem kérdeztem. Így tartottam jónak, és ő is. Ugodik el ennyi. Gondolom, nem tudom, hogy a matutásra nem
Bújj le! Te tudtál arról a gyűlésről a sziklánál, főnök? Miért nem figyelmeztettél? Ők nagyon erősek, puskájuk van. Mi is erősek vagyunk, puskánk is van, miért nem ízol bennünk? Bízzak bennetek hajnali háromkor, amikor betör valaki a kunyhomba, hogy lemetsze az ajkamat? Bízhatsz bennünk, mert ott lesz mögötte egy emberem, és puskát szorít a hátához. Ha a terroristák elfoglalják ezt a földet, ti délre húzódtok, vagy hazamentek a tengeren túlra. De az én népem hová meneküljön? Itt maradtok, és itt maradunk mi is. Itt van a mi otthonunk, és közös erővel megvédelmezzük. Mambo, itt pihenőt tartottak. Fontos ember lehetett, akit ilyen messzire elcipeltek. Nagyon fáradtak lehettek, hogy nem ásták mélyebbre. Még csak most került a földbe. 2 óra járásra lehetnek előttünk. Megállunk 20 percre? 10-re. Tizenhét holttestet szedtünk össze, és van 2 súlyos sebesült, akik nem maradnak életben. Mára eddig ez a legjobb hír. A banda vezérei megszöktek. Valószínűleg a sziklák közé húzódtak, és Terrika nyomukban van. El kell fognunk őt, hogy megakadályozzuk a további vérontást. Mi lesz, elfogják? Felelni fog gyilkosságért. Emberek, jól ismertek engem. Nincs bennem semmi különös, nem tartozom közétek. De azért hallgassatok meg. Azt mondták nekem, gyere, üldözzük a terroristákat. És én jöttem. De most azt mondják, gyere, üldözzük Teriket, mert halálra keresi a terroristákat. Megölték az asszonyát, felgyújtották a házát. És most én beszélek, megmondtam jó előre. Senki nem merje saját kezébe venni a törvénykezést. Amíg én felelek itt a rendért, addig ebben az országban nem fogják a fehér emberek büntetlenül gyilkolni az afrikaiakat. Terrik tudta, mit vállal. Ő is közénk tartozott. Ismeri a törvényt. Mosok egy törvény! Nem kérdeztelek, mondtam valamit. Itt én parancsolok. Bill, tartóztas le, ha akarsz. De én hazamegyek. Megtetted, amit tőled telik, de csodákra te sem vagy képes. Kösz, rád fogok hivatkozni a feletteseimnél. Nehezen haladnak. Nagyon nehéz a terük. Ha tartani akarják az illamot, akkor egy éjszaka megölik a sebesültjüket. Fel tud mászni? Persze. Hogy micsoda? Haza akarnak menni, uram. Egytől egyig. Jó, ez már nem a te gondod, Bill. Bizonyos Turnbull százados és az ejtőernyős egysége már úton van. 1 órán belül odaérnek. Gyönyörű. Tegnap még hiába könyörögtem egy kisegítő egységért, ma meg egy egész hadsereget küldenek. Plusz 1 helikoptert. Készítsétek elő a leszálló pályát. Ja, és Bill,
Ez a Törnből veszi át a parancsnokságot. Segíts neki. Természetesen. Szabad tudnom, milyen megbízatással jön ez a százados? Meg kell állítani Terik Hamdelt bármi áron. Agyonlövik, ha másképp nem megy. Ne haragudj, Bill, de mennem kell. A miniszter úr hivatott. Ide jönnek a többiek. Ide orvos kell. Csak egy kis karcolás. Szorítsd rá. Elbírja egyedül? Miért? Magunkkal visszük. Elbírom. Kiszállás! Az embereim virradat előtt elindulnak a Bushman nyomkeresőkkel. Átfésüljük az egész területet. Minden segítséget meg fogunk adni, rendelkezésére állunk. Adja mellém azt az emberét, akinek a legjobb a helyismerete. Akkor magam megyek. Sajnálom, de fiatalabb kell. Értem. Az a magas fickó a szolgálati szobában olyan mosolygós képű, az megfelelőnek látszik. Igen, Peterre gondol.
Minden tekintetben megfelelő, csak azt vegye figyelembe, hogy Terrik legjobb barátja, és könnyen lehet, hogy éppen az ellenkező irányba vezetné. Tudok bánni az emberekkel. Bocsánat. Egyébként miféle ember ez a Terrik? Lehet értelmesen beszélni vele? Ha addigra már leszámolt az Albinóval, nem lesz problémája veled, de ha még nem... Ne féltsen engem, 12 órán belül elfogom. Kazembe. 204, 204, itt a 208, jelentkezz. Peter, beosztottam a csapatomba. Holnap hajnalban indul. Oké, ott leszek. De nagyon vigyázzon. Se maga, se az emberei ne lőjenek Terrikre, mert aki lő, azt könnyen baleset érheti. Fenyegetni akar? Nem, csak figyelmeztetem. Ide hallgasson. Nem azért vagyok itt, hogy meggyilkoljam a barátját. A törvényes rend védelmére rendeltek ide. Na jöjjön. Majd útközben megvitatjuk az elvi kérdéseket. Sok embert vesztettünk. Minden elesett helyére újak állnak. Megverjük az imperialistákat, elpusztítjuk a fehéreket. Előbb azt mondd meg, hová bújjunk az elől a fehér ember elől, aki halálra keres. Nem az a fehér ember veszedelmes. A feketék gondolkodása. Azt kell kiirtanunk. Végre, hogy magadhoz térsz. Kacsebú vagyok, és tudom a módját, hogy a köveket is szóra bírjam. Miért bántasz? Te is fekete vagy, mint én. Mint te? Te disznó. Azért harcolok, hogy visszaszerezzem a hazámat. Kitől akarod visszaszerezni? Megcsonkítod, meggyilkolod az ártatlan embereket, a gyerekeket, a nőket. A felszabadító hadsereg katonája vagyok. A Genfi konvenció szerint bánj velem. Mi szerint? Nem szabad megkínoznod. Vigyél kórházba, mert sebesült vagyok. És az asszonyom? Őt is kórházba vitted, amikor megsebesült? Barátom, most megmondod, hol a főhadiszállásotok. Nem. Majd megmondod, ha ezt meggyújtom a hasadon. Ne. Ne. Annyira félsz attól a nagy szellemtől, a vezéretektől? Utoljára kérdem, hol van? Hol a tábor? Irgalom! Amikor meggyilkoltátok az asszonyomat, sok mindent elveszítettem. Az irgalmat is. Nem bírom! Hol a tábor? Beszélj! Keletre, a kiszáradt folyómeder mentén. 25 mérföldre innen. A legmagasabb sziklánál, a nyugati oldalán van egy barlang. Ott van. Azért jöttünk át a folyón, hogy segítsünk nektek. Nem hívott ide benneteket senki. A fehér embert. Őt kell megölni. Azt hiszed, Mambó, hogy vadember vagyok? A bőrünk színe egyforma, de a szívünk nem. Az Albinót akarom. Ne haragudj, Mambó, a vérem nyomokat hagy. Kösd be az ingem ujjával. Add nézzem azt a sebet. Majd később, ha fel kell a nap. Tudok rá orvosságot. Aha, ismerem a varázsszereiteket.
10 perc alatt kihűl. Most tegye rá. Elég lesz. Hozzon egy kis parazsat a tűzről, és égesse ki a rossz húst. Másképpen nem lehet? Nem. Siessen, mert fogy a bátorságom. Rejtekhely kell. Elég erős vagy, hogy áttörjünk a tűzen? Igen. Kicsit keletre tegyél le! Elvágom az útjukat! Oké. Leráztuk őket. Itt is van egy. Nézze! Ne nyúljon hozzá. Nem tetszik ez nekem. Ahogy itt fekszik... Csapda? Igen, úgy látom. Még a torkát is átvágták. A bölcs kétszer öli meg az ellenségét, hogy biztosan meghalljon.
Gyerünk innen. Bocsékolj az időnket! Nyomolvasókat akart, uram! Én meg nem tűrök meg benszülötteket a helikopterben, mert ha beengedem őket, egész úton rosszul vannak és a nyakamba hánynak. Élvezi a balhét, nem igaz? A világért ki nem hagynám. Őrmester! Parancs! Indíts el az embereket! Hallottam a robbanást, és tüzet nyitottam. Én nem akartam, de valahogy gépiesen... Őrmester! Parancs! Jegyezze meg a nevét! Parancs! Felveri az egész átkozott országot! Hát ez felveri, uram! Utálom, emberek! Katonák! Egyenesen erre jönnek. Hogy van a sebed? Meneküljön, Mambo. Majd én feltartóztatom őket. Nem. Itt maradunk. Akkor megtalálnak. Átkozott eső. Bekerítjük az egész területet. A mesterlövészek helyezkedjenek el a legmagasabb sziklákon. Tartsanak szemmel minden zugot. Sok itt a szikla, uram, magas sziklák, és sötétedik már. Tudom, hogy sötétedik, Canelli. Ezért kell sietni. Igen, uram. Hallottátok a parancsot, indulás? Ó, ez az átkozott eső, hogy a fene egye meg. Csak ne esne legalább. De esik, uram. 10 percen belül kiugrasztjuk őket a búvóhelyükről. Átkutatunk minden bokrot és fűszálat. Gyerünk! Formán minden újságban benne van. Ilyen címekkel, hogy tömeggyilkosság, egy rendőr megőrült, tömegmészárlás Afrikában, egy rendőr, aki megbontja a rendet, és talán érdekelni fog, hogy alapítványt hoztak létre a meghalt terroristák családjainak a javára. Roppant figyelemre méltó. Aláírod? Köszönöm. Fő, hogy menjen a lap, más nem érdekli őket. Ő meg közben ott fekszik egy bokorban, és várja a keselyüket. Johannes. Miért nem maradtál otthon a farmon? Tudnom kell, hogy mi van. Ki lehet az? Valószínűleg Tarbell. És ebben az esetben hamarosan megtudod, hogy mi van. Legyen olyan szíves. Uram. Legyen szíves, hozzon nekünk kávét. Hárman leszünk. Azonnal. Johannes, ne ítélj elhamarkodottan Tarbellről. Azt teszi, ami a dolga, tudom. Ez az átkozott eső minden nyomot elmosott. Elnézést. Ezelőtt az úriember előtt bátran beszélhet. Ő a legjobb barátom. A lány apja? Az voltam. Ha ez magának vigasz hír, eltűntek, mint a kísértetek. Amikor eláll az eső, folytatjuk. Nagyon helyes. Addig nem kapja el, amíg meg nem tette, amit meg kell tennie. Megbolondulok. Amikor a madame meghalt, magával vitte a Mambo lelkét. Mi lesz velünk, ha elfognak a katonák? Engem felkötnek. Téged börtönbe dugnak. A saját népe halálra ítéli azt, aki megöli az asszonya gyilkosát. Azért ítélek halálra, mert megszegtem a törvényt. Fél a haláltól.
Ha már megtettem, amit kell, akkor nem. Nem akarod, hogy átkössem a sebedet? Hagyja csak. Nagyon fáj? Nem fáj. Mambo. A füst. Meglátják a katonák. Érted, jönnek és kórházba visznek. Látom még ebben az életben, Mambo. Nem. Még ne. Még beszélni akarok vele. Üsd le! Tudod, milyen a szemed? Csupa sötét gyűlölet. Te már a tébolj határán vagy. Egy lány őrített meg? Ugye egy lány őrített meg? Undorodom tőled. Nagyon szép lány volt. Gyönyörű. És a bőre. Milyen jó volt megfogni. És a melle. Milyen kerek volt. Milyen feszes.
Nagyon bátor lány volt. Eleinte csöndben volt, de aztán felsikoltott. És sikoltozott, és sikoltozott. Hallanod kellett volna. Édes volt a hangja, és izgató. Terik. Te vagy az a Terik, ugye? Állandóan a te nevedet mondta. Újra és újra. De hiába hívott, nem jöttél a segítségére. Akár így, akár úgy. Halott vagy, Albino. Te és a fajtád vagytok halálra ítélve. Úgy söprünk végig az országon, mint a bozót tűz. De azt te már nem fogod látni. Mennyit vadásztunk együtt. Nem sokára megint együtt leszünk. Várom magát, Mambo. Emlékszel Sarára, a feleségemre? A szülei nem olyan éhenkórász alaktak szánták, mint én voltam. Régi jó afrikai család. Megvívtuk a magunk kis csatáit. Az én győzelmem az volt, hogy megkaptam a lányt, az övék meg, hogy Johannesnek szólítottak, nem az eredeti neveben Johnnak. Nem vitás, én jártam. Önnek jött, uram. Bökd ki már! Körülfogták őket. Legalább nem adta olcsón az irháját. Hány van még? A nyomolvasók azt mondják, már csak egy. És egy másik erősen vérzik, vércsíkot húz maga után. De a barátod még nem végezte be. Még nem. Nem.
rajta! Fuss, te mocsok! Tépj darabokra. Akkor sem megyek tovább. Fuss. Semmi.
Nem mehetsz egyedül, ez az utolsó szavam. Jó, jó, csak egy szót beszélhessek vele. Mégis mit képzel? Micsoda maga? Törvény és igazság? Hány ember halálát akarja még? Terik! Megyek hozzád!